gondolom, hogy sokan szeretjük az olyan házi praktikákat, amik megkönnyíthetik az életünket. Ebből kifolyólag a mai adásban mosási problémákkal fogunk megismerkedni, amiknek az elhárításában Kovács István egy szegedi vegytisztító tulajdonosa lesz a segítségünkre. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Vágjunk is, vágjunk is bele szerintem a közepébe. Mit tehetünk, hogyha például egy borozgatós estén akár a sárga szoknyámra cseppen a vörös bor? Hogyha rácseppent, sajnos a szoknyádra egy pár csepp vörösbor, vagy inkább ráömlött, akkor sem kell megijedni, mert egy normális vörösbor, ami nem szintetikus, nem ilyen tablettás minőségű, hanem egy normális, mondjuk egy középkategóriától fölfele, ha mondhatjuk egy normális vörösbor, akkor miért még ki most bármit teszel a foltal, fújt be hidrogénperoxid, ezt kaphatsz bármelyik fodrászkelékes boltba, ott a töményebet megveszed, egy ilyen kis ablaktisztítós, aeroszolos flakonból árakod, lefújod, és hagyod, hogy megszáradjon. Nagyon fontos, hogy ne tett ki mert akkor be fog sárgulni a folt. Még mondjuk a sárga szoknyámnál ez nem releváns. De más színelváltozást is sajnos okoz. Én azt mondom, hogy ha egy jó minőségű szoknyád van, és szeretnéd, hogy biztos színpad, akkor vidd el egy szakemberhez, elvisz egy mosodába, ott a folt tisztítás, az benne van már egy általános tisztítás áraban, nem drága. Akkor nézzük is még tovább ezeket a kis trükköket. Mit tehetünk, ha mondjuk rágóba ülünk? Hát a rágóba jössze, hogy egy nagyon sok néphiedelem van. Mondják a szódebükar, bónától kezdve az ecetes olónát, mindent. Amit én ajánlok, próbáld meg otthon, hogy berakod mély ha egy póló, vagy egy, kis szoknya, ami viszonylag kisméretű, vagy egy nagy fagyasztóládát, ha van, akkor bármit beletesz. Egy pár órára beteszed, mert akkor megkeményedik a rágógumi, és utána egyszerűen csak szépen lekaparod róla. Igen, kár, hogy ez a hajnál nem működik ecetes olló az működik. Igen. Kifejezetten gyakori a kávéfolt, azt hogy tudjuk kiszedni? Hát a kávéfolt az a helyzet, hogyha fehér ruhadarabból van, akkor egyszerűen fehérítéssel. Ott figyelni kell nagyon, hogy műszálasról vagy pamut, annak tekintetében kell megválasztani, hogy milyen fehérítőszert használsz. Ha színes ruhából van, vagy megszokod, ha szerencsétlenül, ha nem látszódik annyira, ha nincs szerencsétlenül, és nem nagyon lehet vele mit csinálni. És a piros paprikával kezdhetünk valamit? Arra is vannak ilyen népi edelmek, ha kimosod hideg vízbe és kiteszed a napra, vagy a jobba vált hidrogénperoxid, vagy ami még biztonságosabb, a mosoda. Minden önreklám nélkül mondom, hogy a ruháknak hát a nagy részét nagyon sokat találkozok, amikor otthon megpróbálták, találtak az interneten rá, tuti DIY tippet, trükköt, hogy hogy lehet kiszedni és ezt elhozza hozzám, mint végleges megoldáshoz, és én már csak sajnos azt mondok, hogy ezzel nem tudok mit csinálni. Igen, sajnos az ilyen internetes trükkök nagyon gyakran nem válnak be. Az olaj és zsírfoltokra tudsz valamit javasolni? Vagy azt is vigyük el? Az olaj és zsírfoltoknál az a probléma, hogy például egy a foltisztatás az amilyen egyszerű, mint ahogy tűnik. Ezek a foltok, ezek több anyagnak a keveredése. Például egy pörkölcsaftot, amikor elvisz az ember egy szakemberhez, akkor ott egy tisztítási folyamat, az nem annyira, hogy csak rálöttyint valami szupermatériát, és akkor rögtön tiszta is lesz, hanem pontosan tudják a lépéseket, hogy mit, hogyan kell csinálni, Össze a kibővíteni a zsírfoltot, azon kivette a zsírfoltot a pörkölt szakból, lebontja, és utána veszi csak kiből a színezéket, és utána kiöblíti, és akkor valószínűleg, hogy szép tiszta lesz. Ez, ez pedig egy pörkölt szakportnál nem a legjobb, mert az vegytisztítással gyönyörű szépen kihozza de egy más jellegű foltnál, ahol több komponensből áll a folt, ott mindig így csinálják. Ez egyetlen egy jó mód rá. Még kettő kis dolgot nézzünk meg, a vér és a rúzs volt. Ki tud jönni otthon? Nem. Sajnos nem. A rúzs volt az tipikusan egy vetisztítás, igénylő. A vérfoltot azt mondják, az ki lehet mosni, ha nagyon friss. És ezt is ajánlom, hogy az ember ahogy friss vérfolt, friss, friss vérfolt keletkezik, tüntessük el a nyomokat feltétlenül, mert itt hívunk bárkit, és vágjuk a mosógépbe. Jó trükk! Mit hány fokon mosunk? Hát itt nagyon fontos, hogy a piktogramokat, amik bele vannak varva, minden ruhába bele kell varni a gyártónak, vagy a forgalmazónak. Egy úgynevezett textil kreszt, így becézik, ezek a, azok a piktogramok, amik a textil kezelési eljárásokat jelzik. Törvényen érdekes, hogy 5 darab piktogramnak kell benne lennie. Ha az 5 piktogram nincs benne, akkor például egyik szalon se vállalja el, nem vállal rá garanciát. Én mindig azt mondom, hogy az figyelj, az legyen az irányadó. Ha 30 fokon mondja, hogy 30 fokon írja a piktogram, akkor mindenképpen. Soha ne lépjük túl, lehet, hogy megeresztő színét, összeugrik az anyag, a cérna, kisimulva, hogy összeráncosodik, tönkremet a ruha illetve sajnos a jótállása akkor elveszik. És hogyha már említetted ezt a textil kreszt, mit jelentenek a szimbólumok? Ezt azért sokan szerintem nem tudjuk pontosan. Hát a textil rengeteg jelentése van, mert alapvetően az öt alapszimbólumot tartalmazza, az öt szimbólumnak még van négy-négy, legalább négy-négy variánsa. Én azt javaslom minden kedves nézőnek, hogy aki kíváncsi, az üsebe a keresőjébe, és hát rengeteg helyen nagyon szépen el van magyarázva. Mind a szárítás módjára, mind a mosás módjára, nagyon sokszor nem lehet szárítógépbe szárítani, vagy bizonyos hőfokon lehet, csak akasztva lehet, csak fektetve lehet. Ezer módon lehet szárítani, és ezt a ezt mindig tartalmazza. És tudnál még nekünk mondani olyan dolgokat, amik ilyen, hát ilyen hiteket és tévhiteket, amik szerinted rosszul élnek a köztudatban? Hát szerintem az első nagy tévhit, az, hogy a mosoda, maga a patyolat, azok varázslók. Nem vagyunk varázslók. Sajnos. Sajnál Bárcsak találjuk. azok lennénk. A mosodás az csak azzal tud, azzal tud kezdeni valamit, amit már egyszer nem szárították bele, például egy foltot, ha beszélünk. Amit már előtte nem próbálkoztak hogy az összes tippertrükkel, mert belekötnek a foltok. Vagy például, hogyha az öltönyödrágot egyszer kimosta, már nem tudom úgy kivasalni, senki nem tudja úgy kivasalni, hogy ez újra olyan legyen, mint új karába. De ilyen nagyon nagy téfi, legalábbis én azt gondolom, hogy téfit a tolkabátnak a mosása. Kicsit magam ellen beszélek, remélem, hogy a szakmatársaim nem fognak megharagudni a mosás. Hogy a tolkabátot nyugodtan, ha van valakinek egy nagy mosógép, egy 7-8 kilós háztartási mosógép, nyugodtan tegye be azt a tolkabátot, akassa föl, lógatva szárítsa, és amikor már félszár, az utána tegye be szárítógépbe. Ha teniszlabdát tesz bele, ha van otthon, tegyen nyugodtan. De szerintem ez nem ér olyan sokat. De hogy ki lehet otthon mosni például a tolkabátot is. Na ezt mondjuk nem tudtam én se, úgyhogy ez egy jó tipp. Illetve óriási egy intelem, hogy ne tömjük tele a mosógépet. Sok kezdő háziasszonynak spórol vele időt, megtömi, amennyi belefér, nem lesz jó. Ne töltsük soha, teli, főleg ne gyűrjük bele a ruhákat mert nem tudnak a ruhamosásnál, mindig a ruhák mosnak magukkal. Amikor összeérintkezik két anyag, két textilia, végül is az mos. A mosószer, az egyéb kezelőszerek, azok mind csak feloldják a fogy a koszt, a zsírt, az egyéb szennyeződéseket. A ruhák magukat mossák, és a telítemünk valamit, ami nem tudnak mozogni, benne forogni, akkor az nem lesz tiszta, csak bebüdösödik. És ismerünk olyat, most a mesélték, hogy így kimosták, és büdös lett a ruha, és már semmit nem tudott vele csinálni mondjuk ott szerintem nem ez az eljárás volt a hibás, de biztos, hogy közre játszott. Szóval mindig csak három nyelig töltsünk egy mosógépet. Ez is jó praktika. Mesélj még kicsit arról, hogy mit is jelent pontosan a vegytisztítás. a vegytisztítás... Más mondják dry cleaningnek is, Itt igazából nem azt jelenti, hogy nem érintkezik semmilyen folyadékkal, ez azt jelenti, hogy vízmentes. Tehát a etilén az a legjellemzőbb vegyszer, amivel a vegytisztó dolgoznak, úgy, úgy, kell, elképzelni, hogy egy óriási egy zárt rendszerű mosógépet. Van egy bazi nagy dobja, beleteszik a ruhákat, ráengedik ezt a vegyszert, ott lemegy egy normális mosóprogram, kicsit rövidebb, mint általában a mosógépeknél, de mindegy rövidített program gyakorlatilag akkora. Utána ezt a használt oldószert leengedi, és utána meg is szárítja a ruhákat. És amikor az oldószer, ami benne a ruhákban, ez teljesen kűrül belőlük, nem is lesz szaga, nem is marad semennyi oldószer a ruhákba. Ez egy teljesen biztonságos és teljesen higiénikus. És az összes zsírfoltot gyönyörű szépen munkát végez. Amit a víz nem tud feloldani vagy kitakarítani, ezt kitakarítja a perkulatilén. És mit ajánlott vegytisztítóba vinni, és mi az, amit nem, ugye a tolkapáton kívül volt. Hát például a szövetkabátokat, öltönyöket, az a tipikus olyan dolgokat, amit az ember nem is gondolná, hogy otthon szabad mosni. Például egy téli kabátot, egy szövet téli kabátot, normális esetben az ember nem mos ki otthon. Mert elveszte egyszerűen a tartását. De egy zakót is. Mondjuk egy, most már lehet kapni ezeket a mosható zakókat, de a klasszikus normális zakókat, amiben van váltömés, azokat egyszerűen nem szabad. Ez a tipikus esete. De például lakástextilek közül is rengeteg dolgot, szőnyegeket, gyapjút például nagyon jól lehet tisztítani gyapjú szőnyegeket, gyapjút akarókat. A fertőtlenítés gyönyörű szép tiszta lesz. És mi a helyzet még a lakberendezési dolgokkal? Ugye már itt említettél egyet-kettőt. Mi az, amit hozzátok vigyünk, és, illetve milyen időközönként kell ezeket tisztítani? Én azt javaslom, hogy az ágytakarókat, esetleg párnákat, paplanokat Legább évente egyszer, vagy kétszer. De egyszer mindenképpen. Egyrészt fertőtlenítik a mosodába, illetve azt a tisztaság érzetet, amit egy frissen mosott, ugyanúgy, mint az ajdneműné és egy frissen mosott paplan, egyrészt sokkal tartósabb lesz, mert sokkal jobb érzés belefeküdni. Illetve az atkák, meg a mindenféle élesködő nem marad benne. Nem, nem olyan drágák ezek a dolgok, és sokkal tovább, sokkal jobban megnöveljük az élettartamát a használati tárgyainknak. De például egy kanapét, mint ez a gyönyörű szép erről kanapé, az ugye nyilván nem viszi el az ember a mosodába, mert elég problémás lenne, de vannak olyan kanapé, például, le lehet szedni a húzatát. Ezt nyugodtan el lehet hozni. Vagy matrac húzatokat, matrac védőket, ezeket minden problémánélkül meg tudják csinálni. Az azt ajánlom, hogy amit le lehet szedni, azt szedjék le is hozzá kell, vagyis vigyék mindenképpen évente egyszer-kétszer. Hát köszönjük szépen ezt a sok-sok praktikát, szerintem sokat tanulhatunk belőle. Remélem. És köszönöm szépen, hogy itt én partál. köszönöm, hogy meghívtatok. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk a következő epizódban is. Sziasztok!